Nagyon-nagyon sok ember azt hiszi, hogy túl sok a gyomorsava, és elkezd sablepkötőket használni, ami ugye több pontból is séríti az egész rendszert. Vannak olyan esetek, amikor nem megfelelő a gyomornak a pH értéke. Ez, mint mondtam, lehet olyan eseteknél, akiknél például zsírmájúság van, tehát ez a nem alkoholos zsírmáj, és akkor is, hogyha te azt gondolod, hogy te nem vagy az, mert nincs tüneted, alacsonyabb a gyomorsava, mint amennyi kellene, hogy legyen, nem tudja elvégezni a megfelelő étellebontási folyamatokat. Sziasztok! Boldog új évet kívánok! Rég találkoztunk. Ennek általában mindig megvan az oka, hogyha így eltűnök. Jelenleg én is a saját fejlődési utamat járom, amit egyébként folyamatosan szoktam csinálni. Több-kevesebb sikerrel, mikor mennyi erőt és energiát kell ebbe beletennem. Most jelenleg az elmúlt időszakban többet fektettem ebbe, és el voltam vonulva, de szerintem ez egy ilyen periódus volt, talán mondhatjuk, hogy mindannyiunk számára. A kis csoportomban is van, mikor nagyon aktív vagyok, van, mikor nem. Én úgy gondolom, hogy régi posztokban nagyon sok mindent meg lehet találni, és nem mindig érzem azt, hogy ezeket újra és újra nekem elő kellene szednem. Nagyon meglepett a múltkor az, amikor feldobtam egy kérdést, és egyébként egyrészt meglepett, másrészt nem, mert volt egy ilyen sejtésem, hogy ezzel gond lesz. Az volt a kérdés a csoportban, hogy hányan tudjátok, vagy hányan teszteltétek ki, hogy a kandidátok mögött állhat-e H. pylori, vagyis Helicobacter pylori fertőzés. És nagyon nagy százaléka az embereknek, vagy legalábbis azok közül, akik válaszoltak, nem tudtak róla. És ez engem azért lepett meg, mert ugye most már majdnem egy év eltelt a gyomorsavas videóval kapcsolatban, és ugye az összes kandidás videót megtaláljátok egy kandida lejátszási listában, pontosan azért, hogyha valakit ez érdekel, akkor egyszerűen csak oda megy ugye a lejátszási listákhoz, kiválasztja, hogy őt a kandida érdekli, egyébként van ugye szülésfelkészítés, van spirituális külön kis lejátszási lista is, de van egy külön ilyen kandidás. És akkor az összes olyat, akár milyen szempontból volt kapcsolódó ez a kandidához, én oda szoktam elmenteni, és nem véletlenül néztük meg annól egyébként a gyomorsavat ennyire körüljáróan, ugye két külön videó is készült róla, hiszen pontosan ez a lényege, az a probléma ezzel az egésszel, és úgy látom, hogy ugye ez ezek szerint a videókból nem állt össze, úgyhogy most itt külön szeretném erre felhívni a figyelmet, hogy nem mondom, hogy minden esetben, hiszen ugye van egy olyan lista is, amit hát, ha már láttál, vagy a Facebook oldalon, vagy a privát csoportban, fel van sorolva az összes esetleges ok, ami okozhatja azt, hogy valakinek visszatérő és el nem múló kandida problémái vannak, de nagy többségben ez ugye úgymond genetikai, amiben szintén belementünk, amikor az MTHFR csoportokról beszélgettünk, hogy azoknak az embereknek, akiknek problémájuk van a gyomorsav állapotával, amikor nem termelődik elég savas gyomorsav, tehát a pH értéke nem megfelel a gyomorsavnak, akkor onnantól kezdve ki vagyunk téve mindenféle fertőzés veszélynek. Tehát lényegében véve majdnem mondhatjuk, hogy ez egy és ugyanaz, hiszen amennyiben nem jó a gyomorsavam sav értéke, abban a pillanatban megtámadhat a H. pylori. Onnantól, hogy megtámadott engem a H. pylori, az egyébként innen jött be ez az egész gyomorfekélyes videó történet, amit annó lejátszottam nektek, hogy nagyon-nagyon sok ember azt hiszi, hogy túl sok a gyomorsava, és elkezd sablepkötőket használni, ami ugye több pontból is séríti az egész rendszert. Egyrészt, mivel életidegen dologgal nyúlunk bele az emberi testbe, tehát, hogyha bárkinek ilyenre lenne szüksége, akkor egy szódabikarbonás vagy egy almaecetes megoldással lehet próbálkozni. Ezeket, az főleg a szódabikarbonát nem érdemes túltolni, tehát egyszer egy cikkben olvastam, hogy az almaecetben az a különleges, hogy akár túl sok, akár túl kevés helyre tudja tenni, és nem véletlen, tehát a pH értéket be tudja hozni a pozitív, vagyis a megfelelő állapotba. Ennek nyilván van egy gyógyulási folyamata, és nem véletlenül készült erről az almaecetes videó sem, amiben viszont teljesen belemegyek abba, hogy kinek, mikor és miért nem szabad használni, vagy hogy tudja eljutni azt a szintet, hogy annyira meggyógyuljon a fekélyes állapota, vagy a fekély előszobás állapota, hogy újra be tudja indítani ezeket a folyamatokat, és működjön, és ne jusson el odaig, hogy gyomorfekély van, és műtétre van szüksége, ugyanis ezeket mind vissza lehet fordítani. De ezekbe azért nem mennék bele, mert ugye ezt már lezongoráztuk ebbe a másik videóba, és pontosan ezért. Tehát most tegyük össze a képet. Adott egy ember, aki folyamatosan kandidával küzd, több oka is lehet, ezeket majd egy másik videóba felsorolom, csak azért, hogy meglegyen egy videóformában is, aki esetleg hanganyaggal jobban szereti ezeket hallgatni.
De most menjünk bele abba, hogy nem jó a gyomorsavad. Honnan tudod ezt? Én sem tudtam, én sem tudom, nekem sincsenek igazából tüneteim, megmondom őszintén. Azon kívül, hogy ugye az ember néha már hozzá van szokva ahhoz, hogy büfög vagy, pedig jobban gázosodik, vagy bármi olyan dolog van, amit mi úgymond normálisnak tekintünk. Én tudom magamról, hogy amikor a diéta alatt voltam, és teljesen tejmentes, és mindenféle ugye a diéta által tiltott dolgokat nem ettem, teljesen helyreállt az emésztésem, nem puffadtam, nem volt gázosodás, és meg is lepett, amikor utána vissza akartam térni az említett eredeti megszokott kis teljes kávémhoz, és nem esett jól, az íze gusztustalan volt, stb. Stb. A lényeg, amit ki akarok ebből hozni, hogy számomra se volt olyan extrém tünete, mint amit mondjuk esetleg egyes emberek érzékelnek, vagy tapasztalnak, hogy ők ténylegesen tudják, hogy ezzel nekik bajuk van. Vannak olyan esetek, amikor nem megfelelő a gyomornak a pH értéke. Ez, mint mondtam, lehet olyan eseteknél, akiknél például zsírmájúság van, tehát ez a nem alkoholos zsírmáj, bár akár lehet alkoholos is, de a lényeg, hogy akár, akinek nem alkohol miatt alakul ki, hanem szintén akármilyen genetikai vagy májfunkciós problémák miatt van egy ilyen gondja, azoknak általában már ez összefügg azzal, hogy a gyomorsav nem megfelelő, és így ez az egész körforgás, ez az egész folyamat tulajdonképpen fölbomlik, és itt most minden tudományosság nélkül csak egy gyors összefoglalás, hogy általában, amikor ilyen májkövesedési problémák vannak, akkor olyankor a zsír lebontással vannak problémák, ami egyébként a gyomorsavval is összefügg, és mivel ez az egész nem működik, ezért az az illető nem tudja felszívni az összes zsírban oldódó vitamin, tehát a D-t, az A-t, az E-t és a K-t, és ez miatt alakul ki az, hogy egy olyan kandidára hajlamosító tényezővel él már alapból, hogy erre tulajdonképpen bármilyen kicsi apró változás az életében kiválthatja azt a tünetet, vagy akár egy olyan hosszantartó kandidás folyamatban lehet benne, hogy szinte tünet nélkül, észrevehetetlenül is abban van, amire mondjuk esetleg akkor váltódik ki még nagyobb csapás, esetleg egy bőrkiütés, vagy egy viszketéses reakció, amikor már még jobban kap a szervezete egy adagot. Itt lehet ez egy megemelkedett stresszint, egy rossz alvási periódus, mondjuk általában ezek összefüggnek a stresszel. Ezért volt a múltkor az a videó is, amiben ugye arról beszéltünk, hogy a székrekedés szervesen összefügg, tehát a székrekedés is egy kandida tünet, de ugye alapból, amikor valaki elkezdi a diétát, és a diéta megváltoztatja az életvitelét, az is kivált egy székrekedési verziót, tehát ott is el volt mondva, hogy mikkel lehet ezeken dolgozni, és hogy miért történnek ezek. Tehát ez az egész összefüggés. Sajnos azt kell megérteni, hogy amit mindig próbálok nektek elmondani, hogy egy kandida diéta nem csak arról szól, hogy mit veszek ki és mit tilos, hanem arról is, hogy mit kellene visszaadnom a szervezetemnek, ugyanis anélkül nem fog működni az egész. Tehát ha látod, hogy ez az, amit most elmeséltem, és itt nem csak arról van szó, sajnos, akinek ugye máj problémái vannak, vagy aki tudja magáról, hogy zsírbontási problémái vannak, vagy aki tudja magáról, hogy epekövesedési, vagy bármilyen epeműtétje volt, esetleg már nincs epéje, hiszen elsősorban azért jutott el odáig, mert már ezzel volt gond, és lehet, hogy elkerülhette volna, hogy kivegyék az epéjét, hogyha ezt előre tudja, hiszen mindent meg lehet gyógyítani, de ez megint egy más témában, most megint nem akarok belemenni. Nem tudom, mennyire tudtok követni. Tehát most szedjük össze akkor nagyon-nagyon röviden. Nagyon-nagyon sok embernek, és akkor is, hogyha te azt gondolod, hogy te nem vagy az, mert nincs tüneted, alacsonyabb a gyomorsava, mint amennyi kellene, hogy legyen, nem tudja elvégezni a megfelelő étellebontási folyamatokat, ami közre játszódik ehhez az úgynevezett motorfunkcióhoz, van valami ilyen elnevezés, amit ugye az egyik videóban bemásoltam nektek, amikor az emésztésről beszéltünk. Ez lenne az, aki lefertőtleníti a gyomortól az egész bélig az emésztő rendszert. Ezért van az, hogy általában sikeresek azok, akik időszakos böjtöléssel összekötik ezt a történetet, hiszen azáltal, hogy minimum 3 óra telik el mondjuk snackelés nélkül, tehát nassolás nélkül, az az időszak az, milyen érdekes, hogy a kisbabáknál is 3 óra szokott lenni, amikor ez a vegyület tulajdonképpen letisztítja
a bélrendszeredet. Na most első körben, aki ennél sűrűbben eszik, tehát folyamatosan rágcsál valamit, annak a testének nincs ideje ezt a folyamatot elvégeznie, és ebből fakadhat az, hogy akár IBS lesz, tehát olyan bélgyulladás, olyan irritábilis bélszindróban bármi, ami az által alakul ki, hogy baktérium, vírus és bármilyen dolog panghat, mivel a szervezet nem tudta a fertőtlenítést elvégezni. És itt jön be az, hogyha valakinek nem megfelelő a gyomorsav állapota, akkor bejöhet a H. pylori, amit be lehet kapni bárhonnan, tehát tulajdonképpen, én megmondom őszintén, nekem kijött, hogy én elvileg 7 évvel ezelőtt ezt megkaptam, én nem tudom, hogy ezt étkészlettel, hotelban, bárhol, máshol, de kiderült, hogy én is hordoztam, és egyébként szerintem kórházakban is össze lehet ezt kapni, ehhez nem kell ilyen messzire menni, tehát tényleg nagyon egyszerű, rettenetesen egyszerű ilyet összekapni, és főleg az a kulcsmondat, mert hogy én azt vallom, hogy semmilyen vírus és semmilyen baktérium nem tud téged megtámadni, amennyiben te rendben vagy. És pont itt látható ez egyébként kicsiben, hogy a gyomornak lenne ez a feladata, hogy ezt a szűrést elvégezze, és amennyiben ez nem jó, mindenbe tud jutni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a gyomorsavunk megfelelő állapotba kerüljünk, és rengeteg betegség elkerülhető lenne a későbbi öregedéssel járó Alzheimer és elbutulás is, ugyanis pontosan ezzel függ össze, egy ilyen folyamatból simán elindulhat, teljesen tünetmentesen is lehet ezzel együtt élni. És ha te fiatal vagy, nagyon szépen kérlek, hogy figyelj erre, ugyanis nagyon durván bele lehet ebbe csúszni. Nem azt mondom, hogy őrülten diétázzál, soha senkit nem kértem, hogy folyamatosan legyen a diétán, szerintem ez nem kivitelezhető, úgyhogy ezt most előre jelzem nektek, közben a gyerekeim itt jókat szórakoznak rajtam. Hány perc? 2. Yay! Akinek már baj van, annak érdemes végig tartania azt a szigorú részt, amit meg kell csinálni azért, hogy fellélegezzen a test. Nem azért csináljuk, hogy kicsináljuk a testet, hanem hogy fellélegezzen azokból a gyulladást okozó dolgokból, ami előtte bekerült. És az lenne a lényeg, hogy tisztán étkezzünk. Tehát, hogy egy kandida diéta, az bár szigorúnak hangzik, és sokszor nagyon fontos lenne, hogy kitartsuk, viszont azzal a teljes, tehát a whole food étkezéssel is el lehet jutni tulajdonképpen valameddig, csak sokkal lassabban. De ez most megint nem a téma lényege igazából, annyit akartam kihozni belőle, hogy kellene csináltatni egy tesztet. Az orvosoknak általában az az első dolguk egy ilyen esetben, hogy csináltatnak egy H. pylori tesztet. Igaz, velem se csináltattak, de több embertől hallottam már, hogy eljutott odáig, hogy az orvos ezt felajánlotta neki. És amint kiderül ez a fertőzés, egyébként megmondom őszintén, szakirodalmakban ezzel is vita van ezzel kapcsolatban, hogy antibiotikumos verzióba kellene elindulni, vagy természetes megoldásban. Ebben a döntésben nem fogok tudni neked segíteni, én csak azt tudom, hogy én mihez nyúlnék, és én nem nyúlnék az antibiotikumokhoz, és nem is nyúltam. A megfelelő gyógyítása a H. pylorinak vannak természetes megoldások, ha rákeresel, biztos sok dolgot fogsz találni, mert egyébként nagyon sok olyan dolog van, ami mindent visz, tehát viszi a kandidát, viszi a H. pylorit, viszi a Streptococcus B-t, pont azért, mert annyira antivirális és annyira antibakteriális, tehát ezért szoktam azt mondani, hogy nagyon sok minden ilyen Jolly Joker, hogy azt fogod hallani, hogy ez jó erre, ez jó arra, mert vannak ilyen dolgok. Kifejezetten H. pylorira én a masztikát hallottam, amit egyébként volt egy hölgy, aki Romániában lakott, és még ott is sikerült neki beszereznie. Már nem emlékszem, hogy hogyan, de sikerült. Ennek van egy kúrája, és elvileg ez egy olyan illatanyagra hasonlít egy fenyő magjához, tehát egy nagyon intenzív illata van, és szeretné integetni? Jó, csak most... és pont ettől az intenzív, általában minden, ami kandida, meg ilyenek ellen jó, az büdös és intenzív íze, illata és íze van, és nem kellemes bevenni pont azért, mert azt sem szereti. És ennek van egy kúrája, amivel helyre lehet ezt hozni. A másik viszont, és itt függ össze akkor a többi videóval, fogom tudni befejezni. Tehát itt függ össze a többi videóval, és már támadás alatt állok, hogy...
ahhoz, hogy tudd, hogy hogy fogsz eljutni ahhoz, hogy az alma ecetet kibírd, és miért nem bírod jelenleg, és hogy tudod leteszteni, hogy gyomorfekély, gyanús vagy, és ezt az egész gombócot, hogy megértsd, kérlek, nézd meg azt a két videót, ami az egyik a gyomorsavval, a másik az alma ecet tesztről szól, és remélem, hogy össze fogja tudni neked rakni a megoldási kulcsokat ezzel kapcsolatban, ugyanis pontosan ez volt a cél, hogy eljussunk odáig, hogy oké, jó a gyomorsavam? Nem tudom? Oké, hogy tudom kitesztelni? Almaecettel. Mit fog mutatni? Ezt meg ezt. Ha így van, akkor erre lépek, akkor jó a gyomorsavam, akkor csinálom az almaecetet, mert az fogja helyreállítani még jobban a pH-mat, akár túl magas, akár túl alacsony. Nem működött az almaecetteszt? Rosszat érzek? Ég tőle a testem? Oké, akkor lehet, hogy fekélygyanúm van. Miért van fekélygyanúm? Mert lehet, hogy bekaptam egy H. pylorit. Miért lehet, hogy bekaptam egy H. pylorit? Első esetben H. pylorit. Első esetben azért, mert már nem volt jó első körben a gyomorsav pH értéke, és a testem valahogy bekapta, amiért befészkelt a gyomorfalamba, és ott most egy fekélyesedési folyamatot végez tulajdonképpen nekem. Jó, most már nem tudom elengedni ezt a kamerát, úgyhogy végig így kell fognom. Jó. Tehát, oké, benn van a H. pylori, okozza nekem a fekélygyanút, ezért fáj az almaecet. Elkezdem meggyógyítani. Veszek rá valamit, eldöntött, hogy antibiotikum vagy nem. Én olvastam róla cikkeket, semmi nem bizonyítja, hogy az antibiotikumtól el fog múlni. Meg lehet próbálni, ugyanúgy, mint minden más szarság, el fogja mondani, hogy lehet, hogy visszaújul, minek hívják azt, amikor valami rezisztens, igen, tehát lehet, hogy rezisztens lesz rá, nem tudjuk, masztikától működik, nem tudjuk, de adjunk neki egy esélyt. Megcsinálod, megpróbáld kitisztítani magadból, utána megnézed 2 hét múlva, hogy milyen hatással van rád az almaecet, még mindig fáj, nem, oké, elmúlt a fekély, lehet a következő lépéssel haladni, onnantól kezdve végigcsinálod az almaecet kúrát, amivel helyreállítod azt, hogy a gyomorsavod megfelelő állapotban legyen, ugyanis az almaecet akár magas, akár alacsony, be fogja állítani a gyomrodat, meggyógyítja. Itt jön be az, hogy lehet gyógyító leveseket tenni, csontleveseket tenni, C-vitamin kúrát csinálni, és minden olyat, ami a gyomor belső falát, és ezzel egyidejűleg a kandida problémádat gyógyítja. Kamillatea. Pár napig mondjuk leveskúrát tartani, gyógyító ételeket, káposzta, mindenféle olyan dolgokat használni, zöld dzsúzok, zellerszár dzsúzolás, amiben beletehetsz más dolgokat. Ezek lépések, amivel egyre jobban gyógyítod magadat, a végén össze fog adódni. Ezért szoktam mondani, hogy ha valakinek személyre szabott segítségre van szüksége, mert egyszerűen elvész az információk között, mert csak úgy fél lábbal csinálja, sokkal jobb, hogyha kér egy mentort, hogyha kér egy segítséget, hogyha megkérdezi, hogy vajon ő hol, milyen lépést ront el, és ebben itt vagyok, és tudok nektek segíteni, de ha nem én, akkor bárki más. A lényeg az, hogy legyen valaki, aki motivál titeket arra, hogy végig lépitek ezeket a dolgokat, de láthatod, hogy ha esetleg a gyomorsavad nem megfelelő minősége, vagy egy fekélyes folyamat vezet téged idáig, akkor az nem biztos, hogy azonnal meg fog oldódni önmagától, főleg, hogyha nem bírod az almaecetet, amit ugye szükséges lenne használni és segíteni a szervezetedet vele, mert azért nem bírod első körben, mert a gyomorfekély folyamat elindult a gyomor falába, és ez marja. Tehát így tudnám ezt összefoglalni, és így tudnám ezt elmondani nektek, egy kicsit összekapcsolva, összefűzve, próbáltam értelmes lenni, nem tudom mennyire sikerült. Én azt gondolom, hogy amint látom, hogy mi az a rész, ami nem megy, próbálom összehozni nektek. Vannak már olyan felnőtt kérdések, amiket fel kellene dolgoznom, de mondom, még nem jutottam el idáig, és hát most is megint szintén gyönyörű körülmények között vettem fel ezt a videót. Én azt gondolom, hogy az információ átadása fontosabb, mint az, hogy hogyan csináljuk, úgyhogy igyekszem mindig megtenni azt, amit meg tudom tenni. Jelenleg ennyi fér bele, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!